Keresztbe fordulva zuhant az útra ez a kis teherautó szombat hajnalban az M5-ös autópályán Táborfalva közelében. A tömegkarambolban több személyautó, kisbusz és teherautó érintett volt. Óriási a káosz az M5-ös autópályán, teljesen le kellett zárni a Budapest felé vezető oldalt. Egy kicsi szakaszon tudták csupán elengedni a személyautókat, sajnos a nagyobb járművek, mint hogy kis teherautók, kamionok ugyanúgy beszorultak, tömegkaramból történt, 6 jármű, kis teherautók és személyautók ütköztek össze. Nagyon sok a kérdőjel az ügyben, most zajlik a helyszínelés, és nehéz egyelőre megállapítani sok mindent, például azt is, hogy mi okozhatta a balesetet. Az elhunyt magyar állampolgár, de vendégmunkások szállító járművek is érintettek voltak a balesetben. Az utat Budapest felé teljes szélességében le kellett zárni több órára. Komoly torlódás alakult ki. Több száz autó szorult be a baleset és a terelés közé. 6 óra 15-20 perc körül érkeztünk ide, állt az egész pálya. Nem tudjuk, hogy mikor fogják feloldani. 2 óra fele lejár a munkaidőnk, lehet, hogy haza se érek addig. Személyautókat visszaküldték, buszokat visszaforgatták, mi nem tudunk visszafordulni, itt állunk, és nem tudjuk. Pár órával a reggeli baleset előtt majdnem ugyanezen a helyszínen történt karambol, akkor 2 személyautó és 2 kis busz ütközött össze. Az esetben 3-an sérültek meg.